A milliónek biztosan nagyon sok szerepe van és nagyon nagy jelentősége van abban, hogy egy, egy ember élet sorsa, pályája hogyan alakul, és a gyerekkor ebben meghatározó. Vannak, akik azt mondják, hogy két éves korig szerzett élmények, hatások egy egész életre meghatározzák a, a, a személyiséget. Én ebben annyira nem hiszek, mert a következő évek, a gyerekkor következő évei, majd a kamaszkor hatásai azok legalább olyan súlyjal lesnek a családi és az iskolai hatások, élményekről nem is beszélve. Vámospércsen éltünk, nem ott születtem, már Debrecenben születtek akkor a gyerekek, és nekem nagyon szívemhez nőtt, 14 éves koromig laktunk ott és örökös vámos pércsel kapcsolatban. Egyszer a, a korpa Tamásnak egy kérdésére azt válaszoltam, hogy nekem Vámospércs és a Vámospércsi identitás az négy topográfiai pontot jelent a településen. Az egyik a főutak kereszteződése, ahol időnként megállok, bár most már lámpa van a kereszteződésben, de korábban még meg tudtam állni. A másik egy sorompó, egy vasúti átkelő, már kinn településen kívül, ahol belenézve a sinekbe, oda és vissza, megint csak egy szinte kozmikus élmény, ami megmaradt bennem. A harmadik a vasútállomásnak a kiskertje, ahol sokat üldögéltem, mert ugye vonattal közlekedtünk, és én gyakran jártam Debrecenbe zeneórákra. Sajnos ezt a kis kertet lebontották, eltűnt, de a helye megvan, és oda is minden nyáron kimegyek, amikor művésztelep van. A negyedik pont, az kívül esik Pécsen, az a Malomgát, úgynevezett Malomgát, a Kék Kálló Völgye, földrajzi nevén, ami Hát egy különleges terület, sok munka szerepel talán majd a kiállításon, amit ez a terület, ez a tér ihletet. A, az irodalmi munkáimnak egy java részét szintén ez a hely ihleti, a Landárt munkáimat mind ott csináltam, és talán fogom is még csinálni. Tehát ez az a négy pont. A családi körülményeink nagyon meleg és szoros köteléket jelentettek, és, és ez óriási előny volt a későbbiekre is, mind a mai napig, mert ezek az örökségek, amit az ember a családtól kap, ezek folytatódnak, és én is, meg mi is a saját családjainkban most a gyerekeinknek ezt próbáljuk továbbadni. A művészetek iránt édesapámnak voltak hajlamai, muzikált, hegedűje volt, nyilván innen jött az én zenetanulásom, és verseket is írt, és ennek is biztos szerepe van abban, hogy, hogy engem ez fogékonyá tett. De később az általános iskolában egy rajztanárunk, aki akkoriban került a faluba, amikor én felsőtagozatos lettem, aki egy művészember volt, és rendkívüli hatást gyakorolt ott nem csak én rám, hanem sokakra másokra. Az egész falunak egy színfoltja lett, úgy hívták, hogy Sebestyen József, ha megkapargatja mindenki a saját iskolai gyerekkori múltját, biztosan fog találni egy-két olyan tanárt, aki meghatározó volt a pályaválasztásában, sorsában, életében. Én is így vagyok a Sebestyen Józseffel. És van még egy kedves tanárnőm, a gimnáziumi irodalom tanárnőm és osztályfőnökünk volt, aki viszont a költészet irányába, Mutatott utat, és talán nem véletlen, hogy ez a két terület, a képzeművészet és a költészet számomra párhuzamos és elválaszthatatlan, mind a mai napig. A középiskolában, aztán a, a rajzórákon kívül, amit Velényi Rudi tartott nekünk a Tóth Árpád Gimnáziumban, a megyesi kör jelentett még meghatározó élményt, és lökést, és óriási indítatást. És ott Félegyházi László, Bíró Lajos kapcsajános festőművészek irányítása alatt dolgozhattunk, nyári művésztelepekre jártunk. Tehát ez már a kamaszkornak a, a, az irányvétele, és akkor már ott tulajdonképpen el is dőlt, hogy én, én valami ilyesmit Fogok csinálni majd az életemben, ami ezzel összefügg. A spiritualitásról. Nem volt vallásos a család, tehát mi reformátusok vagyunk mind a két szülői de hát ugye akkor az 50-es években a szülők foglalkozása miatt is. Édesanyám adó tisztviselő volt, tanácsi tisztviselő, édesapám általános iskolai tanár. Ott a faluban templomba járás ennek a, ennek a vonalnak a, <coughs> a vitele lehetetlen volt, lehetetlen is lett volna, nem is ivódott be. A középiskolában a, a, éppen a, az irodalmi és a költészeti ismeretek beszerzése során, a úgy az antik görög római minta, a keresztény, zsidó keresztény kultúráról érintőlegesen a tankönyvek írtak, viszont a tanár nő az komolyan vette ezt, és szükségesnek tartotta, hogy a lehetőségekhez mérten nagyon sok információt átadjon ezekből. Ez meg is történt volt egy önképzőkörünk, amit ő indított el, úgy hívják, hogy Zsuga Anikó. Kovács Gáborné Zsuga Anikó, tanárnő, és ő mint kezdő pedagógus és kezdő tanár óriási lelkesedéssel és lendülettel kezdett a munkába. Ez a spirituális elköteleződés, ez, ez szerintem egyféle adottság, nem is kívülről jött, Inkább belülről jött, de leginkább akkor kezdtem ezzel foglalkozni, és, és igazán mélyen, mélyen átérezni, amikor Hambas Béla életművével, vagy az életműnek egyes darabjaival időről időre megismerkedhettem. A 90-es évektől kezdve indult el a Hambas életmű sorozat, a korábbi kiadványok közül egyetlen egyel találkoztam, és az akkor, 1980-as évek elején, az akkor nem, nem fogott meg, nem is olyan jellegű volt, amikor én ezzel szembesültem, a hanvasi szemléletmóddal, azzal a, azzal a globális, mindent átfogó, befogadó univerzális érdeklődéssel, akkor az engem nagyon megfogott, és úgy éreztem, hogy, <coughs> hogy egy vezetőre találtam. Tehát egy olyan szellemi vezetőre, akire rábízhatom magam, mert hogy, hogy éreztem magamban az azonos hullámhosszot. Az azonos hullámhosszokat. És, és akkor, akkor ez is eldőlt tulajdonképpen. És persze nagyon sok egyéb hatás jött még korábban is, és, és a Hambas mellett is, de főleg aztán azokkal a, tradició, a tradicionalista gondolkodókkal és irodalommal, filozófiával foglalkoztam, amelyeknek a körébe a Hambas Béla is beletartozik. Hát így, így alakult ez és hogy ez aztán mennyire tükröződött vissza a munkáimba, én ezt szándékosan nem, nem próbáltam beemelni, de valahogyan mégis mindig bekerült, becsorgott, észrevétlen, vagy néha direkt be is csináltam ilyesféle montázsokat, kollázsokat, omázs munkákat, képzőművészetieket is, és omázs verseket. Tehát elég, elég sokat foglalkoztatott ez engem, olyan fokon is, olyan módon is, hogy munkák születtek belőle, írott és vizuális munkák. Nekem volt egy balesetem gyerekkoromban, egy autó baleset, elütött egy autó, azon keves, kevés autóknak az egyike, amelyek Vámos akkoriban, az 50-es években áthaladtak, és pont nekifutattam az egyiknek. És akkor nagyon ö, 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 hosszú ideig ö, ö, eszméletlen állapotban voltam. És hát ugye ö, később aztán találkoztam ö, a, a halál közeli élményekkel másoktól. Hallottam ilyeneket, olvastam ilyenekről. Ö, ez is foglalkoztatott a tibeti halottas könyv ö, például rendkívül mélyen érintett, lehet, hogy ez benne volt, de lehet, hogy nem. Nem is tudok a szülőktől sem erről az időszakról sokat, tehát hogy mennyi ideig voltam úgymond élet és halál között, de ez, ez egy kritikus hét vagy két hét volt. Talán benne van. Erre én nem tudok visszaemlékezni, tehát nincsenek erről élményeim, és nem is biztos, hogy van hozzá köze. És nem is igazán foglalkoztat, tehát én nem akartam ennek ennek utána nézni, nem kerestem szakembert, hogy ezt próbáljuk megfejteni, mert mert annyira nem foglalkoztatott. És én ezt feldolgoztam, ezzel együtt éltem, mármint az emlékével, ennek a balesetnek. Annyi hatása és eredménye volt, hogy az autóvezetéstől és a közlekedési eszközöktől volt egy távolságtartásom. Nem írtóztam tőle, de autót nem akartam megtanulni vezetni. És aztán mégis megtanultam. A megyesi képzőművészeti körben ugye volt egy, volt egy metódus, a tónusos rajzolás metódusa, tehát nem a vonalas, formaelemző tanulmánykészítés, hanem a, a Rembrandti fényárnyék tónusos ö, formaképzés és tanulmányrajzolás volt ö, volt a, a meghatározó tendencia és metódus. Nem próbálták meg lebeszélni azokat, akik ö, vonalasan rajzoltak, mert már jöttek valahonnan és találkoztak ezzel, de mi és a többség, aki először, oda betette a lábát, az ezzel a módszerrel találkozott, és később, amikor felvételizni próbáltam, egyszer próbáltam meg a képzőnökszeti főiskolát, vagy Egerben aztán, ahol végül felvételt nyertem, és el is végeztem a, a, a tanárképző főiskolát Egerben, ott mindenki vonalasan rajzolt, és azt néztem, hogy egyedül én rajzolok, tónusosan. Tehát ez egy ez egy speciális módszer volt, egy specifikuma volt a megyesi körnek, ami, amit én nagyon szerettem, és nagyon mélyre be is ivódott. Ugyanakkor, és persze, amikor már önálló képi igényel kezdtem el, kezdtünk el ott a többiekkel együtt munkákat csinálni, főleg a hajdunánási nyári művésztelepeken, akkor Ugye, óhatatlan volt, hogy a, ne az alföldi festészetnek a, 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 nyomdokain induljunk el, képalakításban, komponálásban, motivumválasztásban, mert hát itt az Alföld közepén, Debrecenben Holló Lászlónak a, a, a városában, meg hát mondhatnám Magizoli bácsit Hajdúböszörményben, de itt az Alföldi festészet egyik központjában nem is nagyon lehetett másfelé tekintgetni, ez adva volt. Viszont a félegyházi Laci bácsi, aki egy nagy kitekintésű, széles látókörű művész volt, nagyon szerettük őt, őt is, és a Bíró Lajos, <kül> akit szintén nagyon tiszteltünk, szerettünk és szintén egy nagy tudású és nagyon tájékozott művészember volt ők nagyon sokat beszélgettek a hátunk mögött mert mi rajzoltunk a rajzbakokon vagy az állványok mellett, ők pedig egyfolytában beszéltek és kicserélték a tapasztalataikat és megtárgyalták az új élményeiket vagy ismereteiket Két ilyen dologra emlékszem, ami, ami nagy hatással volt rám. Az egyik, valamikor a 70-es évek legvégén a bíró Lajos járt Kasszelben, és megnézte a dokumenta kiállítást. És hát ugye akkor az volt Európában az első számú kortársművészeti seregszemle, nem is vásár volt, hanem, hanem kiállítás, és ő is akkor találkozott először, mivel nyugatra nem nagyon lehetett utazni a, a nyugat-európai, kortás európai művészettel, és esténről estére ezt öntötte és mondta a Laci bácsinak, aki persze elég rosszul fogadta ezt, mert ő nem hitte ebben, és ezt mind romlásra ítélt jelenségnek tartotta. Annak ellenére, hogy nem látta ezeket a munkákat, és nem tudta, hogy miről van szó. De annyi, amennyi eljutott hozzá, annyit látott belőle. A másik élmény az már a 80-as évek elején volt. Én elég sokáig jártam a megyesi körben, estéről estére, megfordulva, még azután is, hogy Egerben végeztem, és hazakerültem Debrecenbe. Igényt tartottam rá, tehát kevésnek éreztem az EGRI főiskolai tanulmányokat, tehát szükségem volt rá, és ez eltartott még egy darabig. És valamikor a 80-as évek elején, talán 83-ban vagy 82-ben a Micsarnokban volt egy nagy kiállítás, a Metzger gyűjteménynek a bemutatója, Nyugat-Németországból, ez egy hatalmas mennyiségű kortárs gyűjtemény, és csak az új festészetet, csak az új művészetet, az új szenzibilitást, mert több néven is emlegetik, azt gyűjtötte ez a gyűjtő, és annak minden válfaját, és főleg németeket, mert egyébként a vonulat, ez az irányzat Olaszországban volt még jelen, ez egy más jellegű, egy mediterrán jellegű új szenzibilitás volt. A nyugatnémet, az pedig egy európai, a német festészeti hagyományokhoz még erősen kötődött. És amikor én erről hallottam ott a háttan mögött az eszmecserét, akkor úgy gondoltam, hogy én nekem ezt föltétlenül meg kell néznem. És aztán egy-két hét múlva, felutaztam, megnéztem a kiáltást, óriási hatással volt rám. Ennek ellenére azok az évek egészen 1989-ig az alföldi festészet jegyében teltek el számomra, és kialakult, kialakítottam egy többé-kevésbé sajátos, az alföldi festészethez kötődő figurális tájfestészetet figurával, önálló jellegű figuratív munkákkal, csendéletekkel. és és ebben, ebben én jól beleéltem magam. És úgy, úgy is éreztem, hogy ez nekem jól áll, elismerést kaptam, ö, elsősorban a megyei, debreceni kiállításokon, csak valahol hátul, Alatt a kisagyban mozgott egy olyan érzés, hogy, hogy nem biztos, hogy ez az igazi. Nem csak azért, mert láttam a többieket, a, a debreceni fiatalokat, tehát ennek a korosztálynak a munkáit, amelyek abstraktabbak voltak, elvontabbak voltak, önállóbbnak tűntek, legalábbis annak tűntek, akkoriban számomra, nem csak emiatt, hanem a, a gyerekkori rajzaimra, a Vámos Pércsi gyerekkori rajzaimra visszaemlékezve, amikből még mindig megvan egy pár darab, itt az én archívumomban, azokra emlékeztem vissza, hogy, hogy mennyi minden foglalkoztatott engem, ami eljuthatott hozzánk, akkor ott Vámaspércsen, és ebben a Sebestyen Jóskának volt óriási szerepe, mert ő hozott könyveket, akkor még más médium nem is volt, nem volt dia, nem volt televízió, szinte semmi, és ő gyakran az egész fizetését elköltötte itt Debrecenben az idegen nyelvű könyvesboltban, és megvette a remek kiadványokat, amik a kortárs művészetről is szóltak, azokat beengedték érdekes módon, mivel idegen nyelvűek voltak, úgysem olvasnak sokan, ö, több, pláne több idegen nyelven. <kül> ez a Kossuth utca sarkán volt, ez az idegen nyelvű könyves volt. És aztán valamikor a 88-89-es évben, években több esemény hatására hirtelen történt egy váltás, és azt az egészet, mindazt, amit korábban csináltam, egyszerűen ott hagytam. Kiléptem belőle. Milyen hatások voltak ezek? <kül> az egyik és a legfontosabb az, hogy Dóró Sanyi barátom, akivel együtt rajzoltunk a megyesi körben, és aztán ő kikerült Dresdába, ott végezte el a, a képzőnökszeti főiskolát, ő hazajött Debrecenbe, itt kapott, megpályázott, és kapott egy műtermet, és elég sok időt töltött. Itt persze két laki volt, vagy több laki volt, ott is Dresdában is élt, itt Debrecenben is, Budapesten is, és ő hozta magával, és hozta az új szellemet, igaz, hogy Kelet-Németországban végezte a művészeti főiskolát, Dresdában, de ott már a nyugati Művészeteket nem lehetett feltartani a határon, és ő átjárhatott, mivel nem volt kelet-német állampolgár, átjárhatott a nyugati ország részbe, és ő ott széles körülön tájékozódott arról, hogy mi van most Németországban zömmel, meg a nyugat-európai vonulatokról. És erről nagyon sokat beszélgettünk, képeket mutatott. <kül> a másik hatás az, hogy akkor kezdtünk utazni. Jutottunk ki nyugatra Margit Kával, a feleségemmel, és, és megnéztünk minden útunkba eső kiállítást, nem csak a nagy gyűjteményeket és klasszikus múzeumokat, hanem a kortásfutó kiállításokat is. A harmadik hatás pedig a, a rendszerváltozásnak az előszere, amit már lehetett érezni, tehát, hogy itt valami földrengésszerű, földindulásszerű változás jön, és ez nem csak társadalmi-gazdasági változásokat jelent, amiről én tudtam, hogy engem, mint pedagógust nem nagyon fognak érinteni, mert a pedagógus szerepe, pozíciója a társadalomban nem fog változni. Hát sajnos, mind a mai napig problémák vannak ezzel. A pedagógusoknak a megbecsültségével és a társadalmi státuszával, annak az elfogadottságával. Tehát nem ez, hanem inkább a levegőben lévő szellemi rezgés, hogy itt valami, valami nagy dolog készülődik. Nem féltünk, nem tartottunk attól, hogy ebből forradalmi átalakulás lesz. Éreztük, hogy ez nem az a helyzet, tehát ettől nem tartottunk vagy legalábbis volt egy ilyen előérzetünk. Ezek voltak azok a hatások, amiknek az eredményeként 88-89-től kezdve teljesen új dolgokat kezdtem csinálni, eleinte csak rajzokat, paszteleket, ceruza és fekete-fehér grafikai munkákat, egy kicsit nagyobb méretekben, aztán még nagyobb méretben, de itt a maximum ugye 70x100-as volt, mert annál nagyobb papírhoz nem lehetett hozzájutni, és elkezdődött egy rajzsorozat, és a, utána egy képsorozat, tehát egy festett képsorozat, és és később jöttek az egyéb műfajok, amelyek már a Vámospécsi Művésztelepnek, illetve a Malomgátnak a, a folyamányai következményei voltak, mert a Malomgát... Látogatások, kirándulások, azok nem csak a nyári művésztelepi időszakra korlátozottak, hanem évközben is kiártam. Én voltam kint télen, hófúvásban, voltam kint tavasszal, virágnyíláskor, ősszel, mindenféle időjárási körülmények között. A legérdekesebb és a legnagyobb élményem, a napfogyatkozás élménye volt. 1999-ben és azt ott akartam átélni. És akkor gyalog kimentem, nem biciklivel és nem autóval, szándékosan gyalog kisétáltam, megvártam a napfogyatkozást, és visszasétáltam. Sajnos ez a sáv, ahol a malomgát is fekszik, a, napfogyatkozás nem érintette 100%-ig, talán 90%-os volt, 80-90%-os volt, de ez is megrendítő volt. Szóval, és nagyon sok munka született ebből az élményből következően is, de az objektek, az asszamblázsok világa ott indult el, hogy én elkezdtem gyűjteni azokat a tárgyakat, hulladéktárgyakat, amiket a Malongáton találtam. Nem sűrűn lakott az a környék, tanyák vannak a terület szomszédságában, de elég sokan áthaladnak rajta, és, meg, és a vadásztatás is zajlik azon a területen, és sok hulladék szóródik szét, de ebben mindenféle van. Ipari hulladék, de csak egy-két darab. Ipari hulladék, háztartási hulladék, petpalackok. Ismeretlen eredetű tárgyak, ö, ö, nem vandalizmus nyomai, ezek töltényhüvelyek, nem a vandalizmus nyomai ezek, hanem, hanem ö, és nem is a szemetelésnek a nyomai. Egyszerűen kidobta, használhatatlanná vált a tárgy, ö, ö, és ott dobta ki, vagy az autóból, vagy a szekéről, vagy leesett. Ö, mindig találtam valamit, és mindig úgy mentem ki azzal a várakozással, hogy vajon most mit fogok lelni. Nem csak a természeti képződmények voltak érdekesek, a földi kutyáknak a hatalmas dom dombocskái, amiket kitúrnak, a különleges növényvilág, láttam olyan növényeket, amik, amikkel egyszer találkoztam, és lef lefotóztam, de nem tudtam kideríteni a nevét. És akkor arra gondoltam, hogy mindegy, majd a jövő évben megnézem, és sosem lá... azóta sosem láttam. Tehát természetvédelmi terület, és van egy mikroklímája, és ennek köszönhető ez a furcsa növényvilág, ami, ami ezt eredményezi, hogy egyszer megjelenik egy növény, és aztán ki tudja, mikor fog újra kinőni a földből. Tehát mindig egy várakozás, mindig egy, mintha egy ismeretlen terepre mennék, ami persze nagyon otthonos volt. A mitológiai tematika iránti érdeklődés, az új anyagok, a természetes anyagok egyfelől, illetve a hulladékanyagok felhasználása, azokkal való manipulálás nem egyik napról a másikra vált vagy lett része az eszköztárnak. Ez egy hosszabb folyamat eredménye volt. Ennek az egyik összetevője a tájékozódás, tehát hogy, hogy a kortás magyar képzőművészetben kik mivel foglalkoznak, mivel dolgoznak, hogyan szűrődik be a nyugat-európai trend, vagy trendek, a kortás magyar művészetbe, ezek hogyan tükröződnek vissza egy-egy általam kedvelt, szeretett vagy nagyra becsült kortás kollégánál. A hanvas egyértelműen fogalmaz, a kelet-közép-európai kultúrák visszfénykultúrák. Tehát a nyugat-európai kultúrának a visszatükröződései, viszfényei, és hát felsorol néhány nagy nevet, akik de talán a tíz újunkon meg tudjuk számolni, hogy kik azok, akik egyszerre voltak kelet-közép, európaiak és egyetemes szintű nagy művészek. Csontvári, Vajdalajos, a zenében Bartók és Kodály, Arany János, Petőfi, és körülbelül itt nagyjából ő nem is nagyon sorol föl többeket, ha jól emlékszem. Tehát ezzel is szembesültem, hogy, hogy, hogy valami mást kell csinálni. Tehát nem kapcsolódni, nem kötődni hozzá ezekhez a nyugat-európai trendekhez. Egyrészt távol is volt Budapest, mint nagy központ, ahol ezzel hétről hétre lehetett volna szembesülni és találkozni a futó galériáknak a kiállításaim. Másrészt nem is éreztem magamhoz közelállónak azokat a vonulatokat, amiket itt hirtelen egyik napról a másikra a nyugat-európai izmusoknak a, és a velencei biennáliknak a hatására rögtön megjelentek a kortárs-magyar művészetben. Én ezekhez nem tudtam kapcsolódni, Viszont ö, ö, át kellett szűrnöm, mert nagyon érdekelt és nagyon foglalkoztatott, át kellett szűrnöm, meg kellett szűrnöm, és ebből ö, jöttek aztán ezek a következmények, hogy anyaghasználat, ö, új műfajok, ö, az asszamblázs, vagy, vagy az objekt ö, műfaja, vagy a, a, a legkülönbözőbb... Ö, kevergetése az eszközöknek és anyagoknak. Rábukkantam egy-két új dologra is, és, és ez így folyamatosan alakult. A másik előzmény az volt, hogy, hogy jó lehet, sokáig az alföldi festészetben mozogtam, de ezeket az elhasználódott tárgyakat akár a háztartásban használódtak el, Akár ö, ö, találtam valahol őket, ö, ö, művésztelepek ö, során, Hajdúböszörményben, Hortobágyon, ö, kisebb tárgyakról van szó, persze eldobott tárgyakra gondolok, akkor még nem jártam a, a Malomgátra. Ezeket ö, érdekesnek találtam, fölvettem, hazahoztam, és nem dobtam el hosszú időn keresztül. Illetve a háztartásból kikopott tárgyakat, fakanalat, edényeket, az sem volt szívünk kidobni, hát ha jó lesz még valamire. Ugye ez a régi paraszti háztartásoknak a, a gyakorlata volt, hogy szemét tulajdonképpen alig képződött, mert mindent újra és újra felhasználtak, és amikor már egy törött cserép a, a, a csirke sem volt jó, mert annyira széttörött, akkor bedolgozták egy, egy új épületnek az alapjába. Építettek egy, egy, egy fészert, és annak az alapjába az összetört cserepet bedolgozták. Hát én is így voltam ezekkel a használt tárgyakkal, és később ezeket aztán nagy haszonnal tudtam felhasználni. Most is így vagyok vele időről időre selejteznem kell, hogy ezeket a régi tárgyakat valahogy, valahogy gyérítsem, és, és a számuk lecsökkenjen, de, de nehezen megy, és aztán, ha mégis kidobok valamit, mert mondjuk már tíz éve nem nyúltam hozzá, és újra ráesik a tekintetem, és arra gondolok, hogy hát ha tíz évig nem használtam föl, akkor lehet, hogy erre már nincs szükségem és eldobom, és akkor egy hét múlva, és elviszi a, a köztisztasági vállalat, és egy hét múlva ugrik be, hogy atya úristen, hát most kellene, hát hol van ez a darab, és ja, kidobtam. Úgyhogy úgy, nagyon vigyázok ezekre a hulladék dolgokra, és ezzel is kezdődött, hogy ezeknek a beépítése ez folyamatosan lehetővé vált. A mitoszokkal is a a váltás idején, tehát 88-89-90-ben kezdtem el foglalkozni. Ennek is több eredője van, volt. Az egyik eredője a gyerekrajzok világa. A gyerekeink, a mi gyerekeink rajzain szembesültem igazán közvetlenül és nagy hatással volt rám azzal a világgal akkor szembesültem. Jó lehet korábban a tanítóképző főiskolai tanítási praxisomban naponta találkoztam gyerekrajzokkal, tanítási gyakorlatokon és egyebütt. Mégis akkor hatott rám igazán, amikor a saját gyerekeimet láttam rajzolni, sőt, el is tudtunk beszélgetni róla. És olvastam, ugye tanulmányoztam, nézegettem a gyerekrajzok Világának a, a megfeleltethetőségét ezzel, ezzel sokan foglalkoztak, és nagyon sok írás született róla, az arhaikus ábrázolások világával, hogy milyen közeli a kapcsolat az ősművészet, tehát a művészetek kezdete és a gyerekrajzok világa között. Ez engem nagyon elgondolkodtatott, és ez a formanyelv, ami a gyerekek rajzaiból jött, és aztán tanulmányozva, nézegetve az őskori kultúráknak a művészetét óriási lökést adott. De ennek a mitológiai vonatkozásai kevésbé foglalkoztattak, tehát nem tanulmányoztam a dél-amerikai indián mitológiát, nem tanulmányoztam a, az észak amerika itt, bár a néprajzi tanulmányaim során volt egy fél év, amikor észak-amerikai indiánakról <laughs> volt egy, egy tantárgyunk. Amennyit a görög-rómaiból tudtam, az egyiptomiból, ugye ami legközelebb van hozzánk itt az európai kultúrkörben, azokat többé-kevésbé nézegettem, de azt sem annak a beható ismeretszerzésnek az igényével, hogy én most ebből akarok valamiféle tematikát vagy projektet, a pláne hosszabb távú művészi vonulatot kialakítani. Tehát ez meg sem fordult a fejembe, pusztán az ősisége, a természetessége, az eredendősége vonzott. Ezek mind olyan dolgok, amik egy művész számára rendkívül fontosak. És igazából nem lehet megtanulni azt, hogy valami eredendő legyen, hogy valami, valami arhaikus legyen, hogy valami nagy erővel szólítsa meg a nézőt. Erre rá kell érezni, és, és ezt el kell kapni valahol. És hát ebben segítettek ezek a mítaszok. És és leginkább abban, hogy a mitoszok tele vannak, a mitológiai történetek tele vannak abszurditással, tele vannak borzalommal, tele vannak ö, ö, csodákkal, ugye, mi, mindezeket ismerjük, tudjuk, de ö, azt is tudjuk, hogy ezek tulajdonképpen az ősközösségnek, az ősi közösségeknek a, egy kompenzációs vágya, tehát, hogy a, földi létnek a, a elviselhetőségét megnöveljék ezekkel a mitoszokkal egyfelől, másfelől csatlakozni tudjanak a transzcendenshez. És ez is célja a művészetnek, hát mi lenne más célja, hanem az, hogy összekösse az embert a transzcendenssel. Ha nem köti össze, akkor üres dekoráció marad. Az utóbbi Évtizedekben, amióta uh, én megléptem ezt a váltást, 88-89-ben, és kiléptem a korábbi világból, ami már többé-kevésbé sajátos volt, önálló hang volt, és egy új, egy új hangot kezdtem el próbálgatni, és azóta eltelt már több mint 30 év. Én a saját munkáimban ez alatt a 30 év alatt változásokat látok de fejlődésről nem akarok beszélni, mert ez a fogalom, a fejlődés fogalma, ez nagyon kétes tartalmú, mit tekintünk annak, honnan nézve tekinthetjük annak, és ez ugyanígy igaz a társadalmi változásokra, a tudományos technikai változásokra, hogy csak egyetlen példát mondjak, egy új találmány az, az tekinthető fejlődésnek, de öt vagy tíz megoldandó problémát hoz magával, és egy idő után akkor lesz a, ennek az idézőjelbetett fejlődésnek a, a, az eredménye, hogy azzal a probléma halmazzal nem fog tudni megbirkózni az ember. Tehát változásokat tudok csak kimutatni a saját dolgaimban, mikor mi foglalkoztatott és érdekelt, akár éveken keresztül, de mindig, mindig próbáltam a figurát, az emberi figurát valamilyen módon megjeleníteni. Akár, akár úgy, hogy konkrétan jelen van, jelen volt, persze átrajzolva, átfogalmazva, átírva, akár úgy, hogy nincs jelen, tehát a kép nem tartalmazza az antropomorf elemeket, az emberi Test, antropomorf elemeit, mégis valahol érezhető benne. Akkor sikertelen, és akkor a pusztán dekoráció az abstrakt kép, hogyha a néző képzeteiben nem jelenik meg az ember, sem leginkább nem jelenik meg a művész a képben, tehát nincs jelen, mert ő maga magát kivonta, éppen amiatt, hogy ne okozzon problémát a nézőnek azonosulni azzal a dekoratív világgal. Ennek az emberábrázolásnak, vagy az, emberi, az, ember megjelenítésének a változásai, ezek vannak, vagy lehetnek talán jelen az én munkáimban, és ez a legutóbbi, ennek a legutóbbi állomása a kariatida motivum volt, ami talán a 2000-es évek közepén kezdődött el, és, és alakult egy modul figurává, ami, ami visszatért és visszatér folyamatosan, minden mai napig, a grafikákon, az asszamblázsokon, a térplasztikákon, és mindenféle műfajban, amit, amit én általában csinálok. És azt hiszem, hogy következő változás lehet, és nem lehet lezárni semmit, de ez most, ez most valószínűleg ennek a, ennek a további modulálása lesz, a további változása a kariatidának, mert maga a, a jelenség a művészet-történeti előképeivel, a kariatida, mint figura, egy olyan sokértelmű, sokhangú, motivum, ami, ami kiaknázhatatlannak tűnik, és az a magánmitológia, amit az én munkáimmal lehet emlegetni talán, az a magánmitológia ezáltal a figura által, ezáltal a motivum által, tehát a kariatida motivum által válik igazán privát te mitikussá. Éppen emiatt a sok hangúság, vagy sok értelmiség miatt, és kötődik a, a, a mítoszokhoz is, áttételesen persze a görög-rómaihoz, de én sokkal, illetve én egyetemesebben próbálom értelmezni ezt a motivumot. A lét terheinek a hordozása az, ami mindannyiunknak ott van a feje tetején és nem csak egy gerendát kell vinnünk, hanem a teljesség egészét a, a, a saját személyes létünkben.